Sziasztok, a tisők, és nagyon szeretettel köszöntelek titeket itt az Animegyetem csatornáján. Ez ismét a hétről hétre sorozat, amelynek keretében megnézzük az Attack on Titan második évadának részeit, illetve a Boku no Hero Academia második évadának részeit, mert baromi jók. És most, ahogy szoktuk, az Attack on Titan második évadába kezdünk, és most jön a harmadik rész. A második részben bele pillanthattunk picikét Sasha múltjába, és epic badass ODM gear nélküli fight jeleneteket kaptunk, és a legvégén ott hagytuk abba, hogy Connie visszatért a szülőfalujába, és ott igen durva dolgok történtek, és ott fekszik egy igen ocsmány és furcsa titán. Mire számítok ebben a részben? Semmire. Egyszerűen annyira kaotikusak most az események, hogy nem tudok mire számítani, mire gondolni. Gondolom mind a három helyszínen megyünk egy picit tovább. Reménykedem benne, hogy kapunk infót arról, hogy mi a fene az ott a titán, mi a fene titán az ott mi? Tehát, hogy mi a fene az ott, amivel Connie-ék találkoztak, és gondolom szerintem valamelyik side karakternek megint kapunk egy kis háttérsztoriát, akár Connie-nak, akár Jeannak, akár egy másik karakternek, és remélem, hogy Levi jelenete is megy tovább, és talán oda éregetnek már a helyszínre, ahol az Beast Titan van, és ha még picit mondjuk meg is látnák, hogy beszél, vagy valami kis interakció, az nagyon király lenne. Az előzetes alapján nagyon jónak tűnt a harmadik rész, epic jelenetekkel és harcok is, minden lópikula, úgyhogy nagyon várom, kezdjük is, nézzünk bele, vágjunk rá! 故郷に現れた巨人に対する違和感を振り払い、コニーは再び出立する。各地で行われる戦い、深まる巨人出現の謎。Hát gyerekek, mi a picsa volt ez a rész? Tudjátok, van az, mikor szépen adagolják egy részről részre a fontos információkat, titkokat, rejtélyeket és így tovább, hát most azért, hogy buf, hopp, megszaladt egy picit, bocsika. Oké, hogy harc nem volt benne semmi, de annyi információt szórtak így szét, így vegyétek. Így kell egy részt úgy is izgalmassá tenni, hogy kvázi lófasz nem történik benne már, mint konkrét akció cselekvéstéren. Már a rész elején, mikor megszólalt a titán, úgy kirázott a hideg, gyerekek, végig, egész a talpamig, még a szoba átlag hőmérséklete is hidegebb lett. És megint csak alátámasztja az átváltozatos elméletemet, egyre több mindent támasztja alá. Egyébként mi van ezzel a faluval, gyerekek? Az emberek nem haltak meg, ők is mondták, nincs vér, nincs nyoma, hogy meghaltak volna az emberek, a lovakat nem vitték el, akkor hogy a picsába menekültek el simán, lábon? No way! Hova tűntek az emberek? Most vagy jött egy titán, aki környezetbarát módon zabálja meg az embereket, tudjátok, ő egyben nyeli le, nem harapja, egyben nyeli, úgy szereti. Vagy hozták a kis felmosorongyot, seprűt, és szépen feltakarítottak az ebéd után, ahogy azt illik, vagy alátámasztja az elméletemet, miszerint az emberek alakulnak át titánokká, és ezt még egy dolog alátámasztja, miszerint az, hogy később az epizódban láthatjuk, hogy végigmentek a fal mentén, ami egyébként elég epik jelenet volt, hogy lovagoltak a sötétbe, csak egy fákja volt a kezükbe, és tényleg bárhol előbukkanhatnak a titánok, az ott nagyon creepy, de hogy nem találtak lyukat. Nincs lyuk, tehát nincs hol behatolni, ez máskor rossz hír lenne, most nagyon örülünk neki. Lényeg a lényeg, hogy nem tudtak hol bejönni, tehát nagyon úgy tűnik, hogy átváltoztak az emberek tulajdonképpen, és azok mennek ott, de miért változtak át, hogyan változtak át, ki változtatta át őket, és mi, what the fuck? És hogy a picsába tud beszélni ez a titán már megint? Mi mostanság nyelvórákat adnak a titánoknak? Ott ül a Beast Titan, a tanár úr, szépen becsöngetnek, lőnek az erdőbe, a faiskolába, és ott szépen japán órák vannak a titánoknak. De most tényleg, most arról van szó, hogy eddig az anime szándékosan nem mutatta meg nekünk, hogy a titánok tulajdonképpen tudnak beszélni, vagy legalábbis van egy-kettő, aki tud beszélni, és azért nem mutatta meg nekünk, hogy ezt a kis izgalmat későbbre tartogassa. Vagy arról van szó, hogy most történt valami változás a titánoknál, vagy az átalakulásoknál, vagy valaki hatással van valamire, és amiatt kezdenek el tudni beszélni? Az mondjuk nem valószínű, hogy eddig tudhattak beszélni, mert hogy az emberiség történelme folyamán soha nem regisztráltak olyan titánt, erről beszélt Hanji, aki tudott volna beszélni. Azért akció is volt egy-kettő, nem lehet azért panaszkodni, hogy semmi nem mutatva, az a Rikon nevű lány, aki baromi vagányul széthentelt ezt a titánt, és tök jó volt látni a csapatmunkát, hogy beágyúzták szépen, karók, minden, vágás és kész, leintézték, tök jó volt látni a csapatmunkát. Na de aztán gyerek, és Reiner is hallottam egyébként, hogy beszélt ez a titán, és most vagy azért mondta Connie-nak, hogy ne akadjon ott le, hogy az anyja lenne ott, vagy ő mondta Connie, az anyja az a titán, hogy ne akadjon le, ne törjön össze gyakorlatilag, és menjenek tovább, és koncentráljon a küldetésre, vagy tud valamit a Reiner, és nem akarja elmondani. De mi a picsa? Miről beszél ez a pap? És miért a kis szöszilány? Hát ő a legártatlanabb tényleg. Tényleg, anime logika a legártatlanabb a főgon, az nem arra a kislánykára nem derülhet ki, hogy ő valami főmufti. Gyerekek, hát a legártatlanabb kis drága cuki lányka. hogy valahogy ő adott parancsot, vagy ő figyeli meg őket, vagy őt kell megfigyelni, és miért pont ő tudná a titkokat? És ez a Ymir nevű lány, és ott a Reinernek az interakciója, hogy valamit, hogy ő is az, vagy ő nem az, akkor valószínűleg lehetséges, hogy ott valaki titán. Valakinek titánszaga van, gyerekek, érzem a kurva titánszagot a levegőben. Vagy a Ymir, vagy a Kisseszi, azt nem tudom elképzelni, vagy a Reiner, vagy valaki ott titán. És nem elhanyagolható a tény egyébként, hogy a Reiner, az a Brown és a Ymir, ők hárman sokkal jobban kiakadtak a Beast Titan látványán, mint a többiek. Kvázi ledermettek, lefagytak, kiakadtak, minthogyha ismernék, vagy látták volna, vagy valamilyen kapcsolatuk lenne vele, szóval bűzlenek ezek az emberek nekem. Aztán ott vannak a titánok, akik a sötétben is tudnak mozogni. Mi a picsa? Hogy? Aztán meg a Beast Titan átmászik a falon, az olyan egy gyerekek, hogy mászik fel a falon, ott vannak a lyukak, és aztán szépen fel a tetejére. Valahogy tudjátok a kontraszt, hogy a titánok nem lehetnek a fal tetején, ugye nem állhatnak ott, mert hogy ők titánok, arra valók a falok, hogy ne legyenek ott, és valahogy ott van a titán a fal tetején, mint ahogy meghódítja, hogy ő áll ott a tetején, értek a kontrasztot, az egész jelentet, az egész kompozíciót, annyira hidegrázós, hogy fú. Úgyhogy gyerekek, ez az anime megválaszol egy kérdést, vagy egyet se, és felvet másik 15-öt, vagy 20-at egy részben, és így dobálja az infokat, így nyitogatja az ajtókat, és bár ember nem tudja, hogy mit gondoljon, és mi történik, és mi lesz itt. Hú, nem történt sok konkrét akció részben, de annyi infót kaptunk, és egy infó legalább felér egy akcióval. Én totál készülök ettől résztől, baromi jó volt, úgyhogy imádom, alig várom, hogy jöjjön a következő rész, és kínok ezek az egyhetek, ezeket végvárni, de ez brutál volt, gyerekek. Na így felpaprikázza az Attack on Titan második évadának harmadik részétől, csapjunk bele a Boku no Hero Academia második évadának harmadik részébe, ahol ugye ott hagytuk abba, hogy Todorokinak volt egy iszonyat epik jelenete, ahol szétjegelte az összes óriás robotot, mindenkit állva hagyott, ő elment a picsába, és ott vannak ők, hogy verekedjék át magukat a szituáción, mármint a többi hősnek készülő kis tanoncunk. Amire számítok, hogy Dekunak kellene most villantani valamit, anyukájának megmutatni, aki a tél előtt izgul, All Might-nak megmutatni, a világnak megmutatni, mindenkinek megmutatni, hogy őt azért nem faragták olyan rossz fából. Ott az erősebb kis hírókáink szerintem át fognak verekedni magukat, és akkor szerintem Deku is el fog lőni valamit, legalább egy új All for One-t el fog lőni, remélem, és nyom egy epiket, hogy megmutassa a világnak. Természetesen előttem, hogy kétségbeesett szituációba kerül, hogy bam, vagy megment valakit, és bam, megmutatja, hogy ő itt van. Úgyhogy gyerekek, csapjunk is bele, nézzük meg a Boku no Hero Academia második évadának harmadik részét. With me at the top and you trampled on the ground in last place! It's not a preview, that's more like your personal dream. Shut your mouth, you damn nerd! If you're even one step ahead of me, I'll incinerate you, no questions asked! Oh, wow! Ismét egy brutál jó rész, és mindig képes belőlem felszabadítani a gyermeki hős érzéseket, hogy én is hős akarok lenni, és menni, és nyomni, és ott harcolni, és wow! Boku no Hero Akadémiát mindig szívmelengető és motiváló nézni, úgyhogy ezért imádom. Gyerekek, folytatódott a küzdelem, és hát mennyi erős híró van itt a Class A-ben. Nagyon durva, ott van a csajsz, aki képes a tárgyakat csinálni a testéből, és szépen megvillantotta a domboratait is egyébként, és ő csinált egy ágyút, és szarrá lőtte az óriás robotokat, és wow, ott van az a Shadow, meg az a ragasztós gyerek, és brutálisak, jók, erősek, nagyon durvántolják. Ami nagyon jó, hiszen nem csak side karakterek, akik gyengék, akik azért vannak ott, hogy el lehessen őket verni, és majd a főhőseink le tudják végül nyomni azokat, akik lenyomták a haverokat, hanem itt azért erősek, király. Bakugó még mindig egy állat, ahogy nyomja a kezéből a robbanásokat, és azzal repül előre a levegőben, és megy, és zúz, és mindent csinál, egy vadállat. Na de Midoriya mekkorát villantott ebben a részben, imádtam. Méghozzá azért imádtam, mert anélkül villantott, és anélkül ment az első helyre, hogy a körkét használta volna, ami nagyon fontos, mert mindenki más használja rajta kívül. És vissza is mondom rögtön az előző videóban, tehát kijelentésemet, hogy a körke nélkül átlagos és haszontalan és gyenge, jó körkökhöz képest, na az, de valójában, amit nagyon szeretek Midoriyában, hogy hogy alapvetően, hogy ilyen kis elesett és gyengécske és ilyen kis sírópityogós valamicsoda, amellett hihetetlenül bedesz és vagány és harcos tud lenni és stratéga tud lenni. És oké, hogy azt mondja, hogy szerencséje volt, hogy megtalálta azt a cuccot, de ahhoz, hogy azt használja is, meg észre vagy, hogy tudja azt használni, és különféle módokon felhasználja, ahhoz már ész kellett, ahhoz már stratégia kellett, és mennyi tök, mennyi belevalóság kellett ahhoz, hogy felrobbantsa saját magát kvázi egy halombombával, és úgy repüljön előre. Én egyébként azt hittem, hogy úgy fog előre szágódani, hogy rááll, mint egy kvázi snowboard deszkára, arra a vasmetára, és nyom egy all for one lövés gunt, mint a Reigán a Yu Yu Hakusho-ba, és azzal fog előre szágódani, de ez nem jött be, de így is vagány volt. Tehát Midoriya barátunk egyáltalán nem beszari, és szimpla stratégiával, szimpla turpissággal, quirk használat nélkül jutott be az első helyre, nagyon vagány rész volt, tetszettek a quirkök, tetszettek, hogy használták őket, tök jó volt, a földök is tök jók voltak, és a következő rész meg még inkább jó lesz, mert ahogy kiderült, csoportos harcok lesznek, hogy csoportokba kell verődni, és ugye minél előbb végzett valaki az első körben, annál több pontot ér, ha leverik a második körben, ezért, mint kiderült, drága Midoriya barátunk éri a legtöbb pontot, ezért mindenki őt akarja majd leverni. És az előző részes tippem is bejött, miszerint ugye Todoroki a Flame Hero-nak, Endeavornek a fia, aki nagyon brutális, mert hogy a második legerősebb hős a világon All Might után, úgyhogy elég jó genetikával bír az öreg Todoroki. Ismét egy nagyon jó rész volt, tele volt akcióval, tele volt quirkökkel, teli volt vagánysággal, teli volt hangulattal, és a következő rész meg pláne, hogy tele lesz ezekkel, úgyhogy ez is egy királyú rész volt, várom a következő részt is, úgyhogy ja. Hölgyeim és uraim, mennyi volt már az Animegyetem? Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, de mondjatok el a véleményeteket a komment szekcióban. Írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a részek, milyen teóriátok van, szerintetek mi fog történni, miről mit gondoltok, és kérlek titeket, hogy spoilermente sen. Egyeseknek a spoilermentesség fogalma úgy látom, hogy pici nehézséget okoz, mivel számos spoilert lehet olvasni a kommentekben, és ezzel nem csak az emberek szórakozását öltek meg, az enyémet is, úgyhogy nem merek már kommenteket olvasni a heti videóknál, mint a hétről hétre videóknál. Úgyhogy a spoiler azt jelenti, hogy ne írj le semmi olyat, se információt, se utalást, se nevet, se semmit, amit officially animében nem láthattak, vagy nem tudhatnak eddig a nézők. És ne is utalgass, mert az utalgatásból is rengeteg információt lehet kiszűrni. Úgyhogy nagyon kérlek titeket, hogy spoilermentesen írjátok le a véleményeteket, infókat, predikciókat és minden mást. Látogassatok el az Animegyetem Facebook oldalára is, és Instagram oldalára is, az Instagram szót, ezt nem bírom kimondani a gyerekek, Facebook oldalára is, és Instagram oldalára is, mert ott is vannak érdekes kontentecskék és minden ilyesmi. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!